Ugye? És is megmaradt a mozgalom, és csináltunk egy pártot. Megvan a mozgalom, és akkor a párt is. Hát akkor a mozgalom, mint civil egyesület működik, gondolom a civil egyesület elnöke ön. Így van. És a párt elnök is ön. Pillanatnyilag igen, és majd választunk. Jó estét kívánok én is mindenkinek. Komutatom, hogy elnök úr. Igen. Elnök úr, mekkora ennek a pártnak most a taglétszáma? Hát most az alapításhoz szükséges 10 fő gyakorlatilag, tehát egy adminisztratív bejegyzéssel indultunk. Az alapítás ugyanis majd szeptember közepén lesz, amikor várjuk a jelentkezőket, és feltételezem, hogy néhány 100 fős tagsággal fogunk indulni. Az milyen formában zajlik, hogy várjuk a jelentkezőket? Az, hogy most az alapításhoz várjuk még a csatlakozókat, azokat a magyarokat, akik eddig nem találták meg a hazai pártok palettáján azt, aki az ígéreteit betartva valóban például elszámoltatást végre is hajtaná. Az oly sokszor megígért elszámoltatást. Neveket mond, elárul nekünk? Hát majd, ha jelentkeznek, akkor föltétlenül. A 10-ből? Alapítóban. 10-ből, hát 3 már nagyon publikus, ugye, bár Bana Tibor és Molnár Róbert, a két alelnök és én, ez az alakuláshoz, a technikához történt mindössze. Még egyszer mondom, én azt gondolom, hogy maga az idea az, ami a legfontosabb. Nem számítunk tömegpártra természetesen, nekünk az a nagyon fontos, hogy minden tisztességes magyarnak legyen egy olyan választása, akik a nyugat felé fogják kormányozni az ország rúdját az első dadandó alkalommal. Van itt 5 pont, igazából ez valami olyasmi, hogy 5 jellemzője ennek a pártnak, ugye? Én ezeket itt kilistáztam magamnak. Az egyik az, hogy ezzel kezdődik ez az első, hogy az MMN, ugye? Igen. Fordítom. A rendszer ellenzéke kíván lenni. Az mit jelent? Hát az, hogy mi most tavaly úgy érezzük, hogy kimerítettük azt a lehetőséget, hogy rendszerváltás nélkül legyen kormányváltás, és majd utána váltsunk rendszert. Most úgy gondolom, hogy visszaérkeztünk a 80-as években, amikor nem az számít, hogy éppen ki hol van az ellenzéken belül. Igazi változás csak akkor lehet, hogyha a rendszer megváltozik egy másik alkotmány, a másik választási rendszerrel és más média viszonyokkal. A mostani rendszerben ugyanis a gép mindig Orbán Viktort hozza ki győztesnek. Nyilván egy olyan választási rendszerre van szükség, ahol elképzelhető legalább technikailag egy változás. Igen, ez ilyen jó hangzó szöveg, de ehhez a változás az különösen ahhoz, hogyha a rendszer ellenzéke kíván lenni a néppárthoz, az tömeg kell. Néppárt az magában is hordozza azt. Megint csak azt gondolom, István is emlékszik, hogy a 80-as években nem voltak tömegek, és nagyon kevesen ismerték például Lantal Józsefet. Látens tömegek voltak azért, ezt nem osztanám ezt a nézetet. Látens tömegek most is vannak. Vannak olyan tömegek, akik nem értenek egyet például az embercsempészek szabadon bocsátásával, vagy azzal, hogy Szent István ünnepén nem a nyugathoz csatlakozást, hanem egyfajta keletre visszatérést ünnepelünk. Tehát tömegek vannak, akik jobban szeretnének élni, akik bánják azt, hogy a családtagjaik sajnos nyugatra távoztak, valamiért soha nem keletre. Én azt gondolom, hogy Magyarország egy gazdagodó, emelkedő ország kell, hogy legyen, és emögött van tömeg. Jó, akkor menjünk vissza ezekhez a pontokhoz, mert az a konkrétum. Szóval azt mondja, ugye, hogy kiállás minden társadalmi csoport mellett, egyformán, egyenértékűen, ugye? Üldözöttek mellett, és itt én például Hatházi Ákost hoztam fel példának, tehát az számomra elfogadhatatlan. Megbántottak, megsértettek, üldözöttek. Nagyon sok üldöző csoport van ebben az országban, tudom, hogy a katás vállalkozóktól, a tanárokon keresztül, a rendvédelmi dolgozók, és nem sorolom fel tovább, hogy kinek milyen sérelmei voltak az elmúlt időszakban. Hatházi Ákost azért szoktam példának hozni, mert én vállalom azt, hogy független attól, hogy egyetértek valakivel, vagy nem hozzám hasonló konzervatív, jobboldali, vagy vallásos ember, vagy nem, én ki fogok állni a jogaiért például egy olyan képviselőnek, aki teljesen jogellenesen és alaptörvényellenesen nemeskednek föl. De Hódmezővásárhely például még eklatánsabb. Tessék elképzelni, hogy a 25 megyeugó város közül mindenféle magyarázat nélkül egyedül Hódmezővásárhely nem kapta meg a neki járó rezsitámogatásokat a rezsinövekedés ellensúlyozására. És én nagyon remélem, hogy lesznek akik, és hát mi ezt vállaljuk, akik ilyen esetben kiállnak majd akár Hatházi Ákos, akár Hódmezővásárhely mellett. Erre most nem volt példa. Én egy másik példát akartam hozni, és hozom is, hogy mondjuk ugye van az, hogy bizonyos türelemmel kétségkívül kell lenni egy olyan betegség felé iránt, mint a pedofiloké. De. És ugyanakkor ott vannak a gyermekeink. Ott bocsánat, milyen türelemmel kell lenni a pedofilia felé? A pedofil betegség felé. Miért kell türelme lenni a pedofilia felé? Azért, mert minden beteggel szemben türelmekre. Hát elnézést, egy tömeggyilkos is lehet beteg, de ettől még nem kell türelmesnek lenni a tömeggyilkossággal. Az is egy mentális betegség. Nem kell türelmesnek lenni a tömeggyilkossággal, és nem kell türelmesnek lenni a pedofiliával. Nem is azt mondom, hogy a
kizárólag türelmesnek kell lenni, én azt mondom, hogy nem lehet szembeállítani egy másik csoporttal. Tehát itt a gyerekek védelméről van szó. Hát nem lehet kérdés, hogy a pedofilokkal szemben a gyermekeket kell megvédenünk, ezért is kell rendszerváltás. Számomra teljesen elfogadható az, elfogadhatatlan az, hogy Perúból egy fideszes nagykövetet hazahoznak, hazamenekítenek a büntetés elől, majd itt szabadon rábocsátják a magyar gyermekekre egy bűnöző pedofilt 400 000 forint pénzbírsággal. Ez megint egy másik, ez egy konkrét régi ügy. Itt az máig szabad lábon van. Az aktualitások nem. Amíg nem maradjuk, lesz, amíg nem lesz rendszerváltás, ezek a pedofil bűnözők szabad lábon vannak. Ezért kell rendszerváltás. A harmadik itt az a, sőt van itt más váltás, és kultúraváltás. Az itt. Mit jelent? Az azt jelenti, hogy a lopást és az propagandamédiát, a lejárató kampányokat, karaktergyilkosságokat fel kell váltsa Magyarországon a szeretet hatalma, fel kell váltsa Magyarországon a jog előtti egyenlőség, fel kell váltsa Magyarországon a szolidaritással lehajló szeretet a szegények iránt. Nem a miniszterelnök fizetését kell emelni, hanem a tanárokét. Nem vasútvonalakat kell bezárni, hanem a magárepülőzéseket kell befejezni. Elnök úr, konkrétan mit jelent? Ez teljesen konkrét volt, amit elmondtam. Ez ennyire konkrét. Tehát valóban pontosan arra van szükség egy kultúraváltásban, hogy például, amit én magam követtem, de sajnos egyelőre tömegek nem követték, a család tagoknak a vagyonnyilatkozata is legyen minden esetben nyilvános, hogy például a kampány támogatásokkal és a kampány költségvetéssel tessék fillére elszámolni úgy, hogy még a titkosszolgálat se találhasson benne semmilyen bűncselekményt, semmilyen kifogásolni valót. Na, ez vezet a negyedik ponthoz, ugye ez a nincsen állami forrásuk, akkor miből fognak gazdálkodni? Adományokból, mint eddig. Mikroadományokból? Mikroadományokból és bármilyen nagyobb adományokból. Nyilván közismert volt néhány nagyvállalkozó, aki támogatott bennünket, és ez is publikus volt. Én azt gondolom, hogy természetesen joga van egy magyar vállalkozónak támogatnia, joga van Amerikában élő magyaroknak is támogatnia egy politikai rendszerváltást. Ahogy tették ezt egyébként például Orbán Viktor a Soros György annak idején, tehát mindig érkeztek nagy vállalkozók. De külföldről érkező támogatást a párt nem vehet be. A Fidesz miért fogadta a Soros Györgynek a támogatását külföldről? A pártörvény ezt kizárja. Értem, tehát a Fidesz miért fogadta el Soros György? Nem a Fidesz fogadta el. Nem, hát csak ebben az esetben valószínűleg nem kell sem a miniszterelnök, sem a Fidesz megvédenem. Az a kérdés, hogy... Tehát fogadta el a Fidesz? Az Európai Néppárt anyagi támogatását miért fogadta el a Fidesz? Külföldről jövő pénzeket. Miért van az, az Európai hogy ma Néppárt tagpártja volt a Fidesz. Külföldről jövő pénzek, idegen érdekeket szolgáló pénzeket elfogadott a Fidesz. Nagyon jó, hogy ezt mondja, mert ugye az ötödik pont pont az, hogy az Európai Néppárthoz szeretnének csatlakozni. Ahonnan szégyen szemre távoznia kellett a Fidesznek. Nem a Fidesszel foglalkozunk ebben a pillanatban, hanem hát én nem, mindenki Magyarországon néppárt. Ha a Fidesz követi a bűnt, akkor is bűn, ha a Fidesz követi. Tehát, hogyha az Európai Néppárt történetesen finanszírozna a mindenki Magyarországon néppártjának kampányában, akkor ezt nem fogadhatnák el? Ó, biztosan meg fogjuk fontolni, de a magyar törvények szerint ön szerint éppen nem fogadhatjuk el. Párcsaládtól se? Ő mondta. Azt nem tudom, hogy a párcsaládtól elfogadhatnak-e. Én mondom, tehát a mi esetünkben még soha nem volt olyan bizonyíték, hogy például Soros György támogatott volna minket, Lázár Jánost meg Orbán Viktort bizonyítottan Soros György támogatta. Tehát én azt gondolom, hogy a törvények mindenkire egyenlőek, tiltsák be nyugodtan, de hogyha ezt betiltják, nagyon helyesen nyilván, akkor a Fidesz soha nem indulhat többi választáson. De elnök úr, most tényleg megint ugye Orbán Viktor, Soros György, Csomó név elhangzik. Ezt csak példának mondom, a kettős mérce, ez a másik kultúraváltásban. Mi szeretnénk azt, hogy mindenkire ugyanazok a törvények vonatkoznak. Nem lehet az, hogy valakinek a fillérjeit is megnézik, megszámolják egy tisztességes, becsületes ember, a másik lopcsa, a hazudik, vagy ahogy Pesti László mondta, egy lőlő jelenséggel állunk szemben, és azt viszont nem üldözik. Miért nem üldözik a bűnt? És akkor a néppárt fogad el külföldről pénzt, vagy nem fogad el? Nem tudom. Őszintén szóval nem. Soha nem kértem a néppárt támogatását. Egy fillért nem kértünk a néppártól. Az Európai Néppárthoz csatlakozásnak vannak feltételei. Ugye ott rendre el kell fogadni a néppárt politikai deklarációinak jó részét, vagy nagy részét. És ott lehet bizonyos kérdésekben, mondjuk így, hogy alkudni, vagy konszenzusra jutni. Migráns kérdésben. Én végtelen föl vagyok háborodva, hogy az embercsempészeket szabadon bocsájtották, végtelen föl vagyok háborodva, hogy tömegesen telepítettek be gazdag, bűnöző, terrorista migránsokat, amikor 20 000
migránskötvényt kiadnak, és engedik, hogy ezek a bűnözők és terroristák és a családtagjaik bejöhessenek Magyarra, ez csak azért, mert fizetnek. A Magyarország rosszul jár, Magyarország, a magyar állam rosszul járt, közben pedig néhányan ebből milliárdos, 150 milliárdos gazdagodásra tettek szert. Ez ellen a bűnözés ez ellen az embertempészet ellen föl kell lépni. Nem támogatjuk, abszolút nem támogatjuk a bűnöző migránsok behozatalát. Sőt, tiltakozni fogunk, és amikor alkalmunk lesz leváltani Fideszt, ezt meg fogjuk szüntetni. Tehát akkor jól értem, akkor a migránsokat utaztató vagy csempésző embereket sem, csoportokat sem. Azokat is nagyon-nagyon sajnálom, hogy Orbán Viktor szabadon engedte. Migránsokat sem. Természetesen a migránsokat, most, hogyha jön arra gondol, hogy például a magyarok százezrei hagyták ezt az országot, mi azt szeretnénk, hogyha ők visszatérnének Magyarországra, szemben azokkal a most éppen 500 ezer, ha jól emlékszem, migránsnak, akint most vendégmunkásnak hívnak. Én azt gondolom, hogy nekik nem itt kellene munkát biztosítani, ez nem különösen pontos, nem. Sőt, nagyságrendileg se pontos, de erről egy másik beszélgetés. Orbán Viktor 2002-ben azt mondta, hogy 1 millió, én is nagyon szívesen, 1 millió olyan munkásra van szükség Magyarországon, akik nem élnek itt. 1 millió migránst akart Orbán Viktor még 2002-ben betelepíteni Magyarországon. Elnök úr, megint azt mondom, hogy más kérdés, hogy milyen ütemezésben és mikor lesz szükség Magyarországnak ipari munkásokra. Nekünk de magyar emberekre van szükség. Legközelebb nagyon szívesen lefolytatjuk. Nem migráns munkásokra, magyar emberekre van szükség. És nekem is fel kell majd készülni. Na, mindig nagy örömmel. Márki Zaj Péter, köszönöm szépen.